Sziasztok! Ritkán van olyan eset, hogy nem azt mondom, hogy könyörögtem, de bármit megtettem volna azért, hogy ezt az autót teszteljessem. Első generációs, 2006-os, hogy pontos legyek, Hyundai Tucson, ami amúgy egy számomra láthatatlan autó volt egészen idáig. Az egész úgy kezdődött, hogy valamelyik nap érkezett néhány Duster, amit szokás szerint fotóztam, és mikor már vagy 7. vagy 8. alkalommal elmentem emellett a Tucson mellett, felfigyeltem valamire a hátsó részén, mégpedig arra, hogy van egy kis plakett, ami azt írja, hogy V6. Hogy őszinte legyek, elsősorban azt hittem, hogy valaki viccből felragasztotta. Vannak érdekes tulajok, ilyen-olyan sufnis kiegészítések, amikkel az emberek szokták mondjuk a CLO-jukat GT-síteni, vagy valami, de mikor láttam a két dupla kipufogót, akkor már gyanús kezdett lenni a történet. Én életemben nem hallottam ilyesmiről, hogy Hyundai Tucsonban lett volna V6-os motor, de volt. Ez az, hallgassátok meg. Milyen szép hangja van és milyen szépen jár kulturáltan. Ez a verzió szerintem amerikai piacra volt száma elsősorban, nem vagyok 100% biztos benne. Kilométerben van az óra, tehát vagy vissza lett alakítva, vagy volt az európai piacra is. 2,7 literes benzines V6, 178 lóerővel és 240 Nm-re. Azt ne is mondjam, hogy társítottak mellé egy 4 fokozatú automata váltót, tehát az egyes az körülbelül 80-85-ig tart. Eszméletlen ezt az autót vezetni, komolyan ezt a mai 3 hengeres elektromos világba. 2006-ról beszélünk, akkoriban maximum, ami a tényleg top volt, az az volt, hogyha volt valakinek egy 2 literes Audi-ja vagy valami. Jó, futkoráztak Touaregek, Porsche Cayenne-ek, stb., de az akkori SUV-s világban, ahol a Duster még nem létezett. Ebből a korszakban szerintem ez a 2.7-es V6, ez nagyon baba lehetett. Amerikában ez egy belépő modellnek számíthatott, ez szó szerint egy sleeper, de mielőtt belekezdenénk, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, ha még nem tettétek. Ezen kívül indítottam egy másik csatornát is, Wow Virtual Test Drive néven, ahol vezetési élmények vannak fejkamerával, köztük ennek a Tucsonnak is a vezetési élménye, narráció nélkül. Ezt virtuális szemüveggel elég érdekes végignézni, próbáljátok ki, iratkozzatok fel ide is. Szerintem menjünk. Ülés pozíció lenne, Istenem, de jó lenne. Lazán bánni kell a rossz úttal is. És az az érdekes, hogy csak a hátsó műanyag dolgok zörögnek, meg a táskám, ilyesmi. De itt elől a műszerfalnál nincs recsegés, ropogás. A mező is egy tiszta versenypályának érződik ennyi lóerővel és nyomatékkal. A mindenség. A minden itt neki. Te szoktál járni terepezni? Milyen autót használsz a terepre? Írd meg hozzászólásban. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ki mire esküszik. Arra is kíváncsi vagyok, hogy valaki találkozott-e már valaha terepen ilyen Tucsonnal. Ha igen, várom a véleményeteket.
Gondoljatok csak bele, mekkora meglepi tudnál lenni, amikor mindenki jön a Jimmyvel, Samurája, Duster, Patrol, Pajero, nézik, hogy ki jössz egy Tucsonnal, első generációs. De amikor odaléptél, felszántja a helyet konkrétan. Fú, de jó, eszméletlen jó. Azonnal ülünk vissza a Tucsonba, viszont többen írtatok új partneremmel a munkagépbeszerzés.hu-val kapcsolatban, hogy hogyan is működik pontosan ez a munkagép rendelés. Legalább olyan egyszerű, mint ahogy én összerántottam ide ezt a kis brigádot, na de komolyra fordítva a szót, kettő opciónk van. Az első az, hogy körülbelül tisztában vagyunk vele, hogy mégis milyen munkagépet szeretnénk. Egy markolót, egy tarut, láztalpas szeretnénk, ilyen munkaórával körülbelül ebbe az összegbe, és a másik opció, amikor nem tudod, hogy milyen munkagépet szeretnél, viszont a felhasználási területével teljesen tisztában vagy. Mindkét esetben ingyenes tanácsadást kapsz, valamint hogyha szükséges állapotfelmérésre is ki tudnak menni a helyszínre, és a teljes üzletet is le tudják bonyolítani A-tól Z-ig, ebbe beletartozik az alkudozás, üzletkötés és a szállítás is. Három felületen találod meg a munkagépbeszerzés.hu hirdetéseit, a Facebookon, a használtautók.hu-n és az Agroinform weboldalán. Mindhárom felületen naponta frissülő aktuális hirdetésekkel találkozhat, de igény szerint bármilyen speciális gépet be tudnak szerezni. Mindenképp bízd ezt a kockázatos lépést a profikra. Megálltam itt fenn a dombon egy-két percre, mert szó szerint lefáraszt ez az autó annyira. Annyira gyorsan ott van minden helyzetben, a nagy erő miatt nem az van, hogy egy lassú géppel ötször átgondolod, hogy melyik útvonalon fogsz elmenni. Nem említettem meg azt, hogy a Tucson mint modell 2004-ben jelent meg, és a Santa Fe alá lett bepozícionálva a Kona és a Cheetah fölé. 4x4-es tulajdonságát sokan blamálják, hogy nincs benne felező, nem kell. Ebben az autóban megvan az az opció, hogy az erőt el tudja osztani az első és a hátsó tenger között 50%-ban, ezen felül össze lehet zárni a négy kereket, és egy 2.7-es V6-os motornál én úgy gondolom, hogy a felező szinte szükségtelen. Ha nem kellenek a negatív kommentek, tudom, hogyha offroadozni szeretnénk, akkor kell, de itt egyszer a környéken, ami terep létezik, ezzel a hajtással bárhol elmegy. Ennek az autónak igazából ez is lenne a tökéletes felhasználási területe, most ebbe a formában, hogy van, 15 éves, az adója annyi, mint az ára, tehát ezt úgy éri meg, hogy megveszed magadnak, ledobod róla a rendszámot, leparkolod valahova ide a város szélére, hogy ne kelljen közútra járjál vele, és mész. És körbejárva az autót látszik, itt már rozsda szépen megkezdte, ugyanez a történet megy végig a rendszámtartó alatt, de nézzétek meg azt a két szép duplakipfogót, és azt a hangot. Utólagos parkszenzorok vannak rátéve, mint látom. 16-os alufelniken fut, amik gyáriak. Ezt a fellépőt, hát annyira nem értem. Jó néz ki maga az a krómvész, viszont mellette a küszöb mennyire el van rozsdásodva. Az hihetetlen. Plusz még egy újabb hátrány, terepen ez a küszöb rész nagyon könnyen fel tud akadni. Nagyon sokat elvesz a hasmagasságunkból. Hát itt is már azért az a távolság nem egyforma, kapott a sorstól, látszik. Ez a gajtörő is
mozgatja magával egyben az egész spoiler. Lámpáink be vattúva, mind ahogy már elmondtam. Itt sem áll rendesen. Egyszerű, ugye fel van tüntetve, hogy az ő lássák. Azért ebből egy első kerekes nem lehet valami nagy kaland. Ezzel a motorizációval. Itt is látszik szépen, meg volt nyomva. Belül is. Hát na. Az ülés az cserés. Az egyből cserés. De figyeljétek meg, ez is valamilyen mesterséges intelligencia műve, mert sehol máshol kiszakadva nincs. És a gombos világ tökéletes gyereke. Minden is gombra van téve, mint ahogy illik. Az ülést ilyen csavargatókkal állítjuk. Le tudjuk zárni a 4x4-et. Felezés nincs, de összezárás van. Ki tudjuk kapcsolni a kipörgésgátlónkat, és lámpamagasságot tudunk itt állítani. Analóg sebességóráink vannak. Hőfok, üzemanyag, kilométer és fordulat. Egy olajhőfok még jó lett volna. Na de itt van a gomb rengeteg. Ez még a cigis világból származik. Ide kaptunk kis hamuzót, szivargyújtós töltőt. Indítsuk is be, hogy itt van a klímánknak a kijelzője digitálisan. Innen tudjuk állítani az erősséget, innen a fokot. Tök jó, kaptunk egy kis rádióegységet is. Ide kaptuk meg a ködlámpát, hátsó ablak leolvasztása, első ablak leolvasztása és a vészjelző. Ez mennyire egy hasznos funkció, Istenem. Világ legjobb dolga, fordosok tudják. Amúgy minden szolid, szürke. Ezt a napfénytetőt ezt mondjuk szívesen elfogadnám, tökéletesen működik. Mint látjátok. Né, ennyi pénzért, ennél jobb játékszer nem létezik. Nem létezik. Egyszerűen. Mikor azért... 6000-ig hogy felpörül? Eszméletlen feeling. Eszméletlen feeling. Kaptunk ülésfűtést ide. Egy jó képű kéziféket. Ez szerintem még Dacia-ból van átcsempészve. 100%. Ja, ezt hallgatnám egész nap. Mennyire szép. Nem szép, egyáltalán nem szép, kívülről is. Látszik rajta az idő vasfoga, itt-ott megkezdte a rozsda, vannak rajta koppintások, stb. De én nagyon tudnám élni őszintén. Gondolkodtam is rajta, megtartani magamnak, de sajnos nincs egy saját udvarom, ahol betehetném. És nem szívesen hagynám a mezőszélén. Annak ellenére, hogy ezt egyszerűen nincs mi feltörjék. Minden, ami benne van, elavult. Fogyasztás. 10 litert ír a net vegyes fogyasztásnak. Amennyire ez az autó szereti kérni azt, hogy nyomd a szemét, ez lesz 14-15. Legyünk jó indulatúak, 14. De egy litert se szabad tőle sajnálni. Ez nem sportautó, félreértés ne essék. Ez az az SUV, amit szívesen fogadnék be családba. Ha az SUV, mint fogalom, ezt jelenteni, és ennyifélét gyártanának, ennyiféle autógyártó,
Én lennék a világ legboldogabb embere, hát ez az autó. Magabiztos. Jártam errefele RAV4-je, Dusterre, új RAV4-je, régivel tényleg. Kugával, mindennel, de... Ahogy ez az autó mozdul, és viselkedik, az egyedi. Az egyedi. Még automata váltóval is. És szívem szerint oda berontanék, és a bálák között driftelnék, de most senkinek se akarom a fődjét összetúrni. Fú, pedig ez az autó azt kéri tőled, hogy légy szabad. Roncs neki mindennek. Mert neki lehet. Azt az instant indulást, mint a elektromos autó lenne. Nem tudom, arra gondoltok-e, amire én. Ha itt ránézek erre az útra. Pont szembesüt a nap, nem tudom, mit láttok belőle. De... Én azt mondom, adjunk neki egy telit. 3, 2, 1. Jézus, Atya, Úr, Isten! És jól mondta Göbi, a Speedzone egyik műsorvezetője, hogy Kóre az új japán. Ez az autó 15 éves, de azt mondom, hogy már akkor magasabb szinten álltak, mint nagyon-nagyon sok mostani új autógyártó. Ez az autó, hogy össze van rakva, ahogy meg tudott maradni. Kifogástalan, kifogástalan. Ördög, mint az ördög úgy megy. Fú, te jó ég. Ezt a mindenit. Mik vesznek el? És jönnek ezek a háromhengeres motorok. Gondoljunk bele, fele ennek, fele. Mi ez? Hát mi ez? Kérem szépen. Elérkeztünk a videó végéhez. Köszönöm szépen támogatóimnak, a Renault Selection márka független használt autó hálózatnak, az Autogroup, Simo, Dacia és Renault képviseletnek, a Coral üzleteknek, az Onyx üzleteknek, a Figaro Company gyertyakészítő műhelynek, de külön köszönet jár az EcoCar Skoda képviseletnek, a Boróka lakópark Székelyudvarhelyének, valamint a munkagépbeszerzés.hu-nak is. Ezen felül köszönet média partnereimnek, a tesztelők.hu-nak és a Car Guys Paradise-nak. A legeslegnagyobb köszönet viszont mint mindig nektek jár. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok ebben a kicsit megmagyarázhatatlan, tuszonos részben, de nem szerettem volna, hogy egyáltalán az emberek ne tudjanak róla. Én se hallottam róla soha életemben, valószínűleg a jövő generációja se fog, és nem is fogunk többet ilyen autót látni, úgyhogy szerettem volna, hogyha megmarad. Remélem tetszett ez a rész, jövő héten újra találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, jó autózást, sziasztok!